tisztelt hallgatóság, én ugye Csomagy vármegyei jómódú köznemesi családról fogok most beszélni, a Gyulai Gál családról, és ezen belül is egy házaspárulétre, illetve az ő gyerekeikről. Az előadás elsődleges forrása a feleség, Dötingem Ludovika azon felmaradt naplója, amit a házassága 18. évében kezdett vezetni, és az 1830-as évek elejét foglalja magában. Nyilván elsősorban az ő oldalát ismerjük meg ebből. Ez egy nagyon érdekes időszak, a férjének egy nagyon aktív birtokszerző időszaka, és egyúttal a legidősebb gyermekeik önállósodása is erre a néhány évre esik. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes forrás, amiből úgy igazán mélységükben megismerhetők a családi kapcsolatok. Itt most ugye kifejezetten a férjre, a gyermekekre vonatkozó gondolatokra fogok fókuszálni. Először is szeretném röviden bemutatni a családot. A férj, Gyulai Gál István egy harmadik generációs somogyi birtokos nemes volt. A család a nagyapja Gyulai Gál Gábor által került Somogyba, aki az eszterháziak uradalmi tisztje volt. Ő szerezte meg a Kaposvár és Igal közötti birtoktestet, ez korábban Rincsbaul birtok volt. Itt található Büssű is, ahol végül is az általam tárgyalt család letelepedett, és ez végül is itt alakították ki otthonukat. A Büssői kastély egyébként 1764-ben épült, jelentős bővítésen, modernizáláson ment keresztül. Ez nagyrészt Dötingem Ludovikának és az ő különleges ízlésének volt köszönhető. Gál István 1784-ben született, az ő édesapja Gál Kristóf, ugye, mint láthatjuk itt, a Gál Gábor legfiatalabb gyermeke volt. Bene Erzsébettel való házasságával összesen 5 gyermek született, István a negyedik volt. 1880-ban házasodott először, a család házasságpolitikájának megfelelően a vagyonos nemes Kéri Kisborbálát vette feleségül, azonban ez a házasság nagyon-nagyon rövid ideig tartott, néhány hónappal később a feleséggel is hunyt, gyermekük nem született. Ezt követően vette el Dötingem Ludovikát, akinek, mint a neve is mutatja, nem magyar származású volt. Ludovika apja, Dötingem Albert, egy németalföldi báró, császári királyi őrnagy, fősolymászmester, a tesseni herceg kamarása volt. Az anyja szintén vagyonos németalföldi főnemesi család sarja. A család sokat utazott, maga Ludovika is Prágában született 1794-ben, tehát ugye 10 év van a házastársak között. Néhány évvel később Pozsonyba kerültek, itt telepedtek le. Ludovika a Notre Dame apácáknál nevelkedett, és végül is itt ismerkedett meg Gyulai Gál Istvánnal, aki ugye eddigre már özvegy volt. Maga a házasságkötés is Pozsonyban történt, erről több adat maradt fenn, hogy mikor is volt. Én úgy nagyjából 1813-ra lőném be, és mivel mindkét fél 1863-ban hunyt el, ezért kereken 50 évet töltöttek együtt. Nagyon termékeny házasság volt, összesen 10 gyermekük született 16 év alatt, közülük 6 fel is nőtt, róluk majd később beszélek. Dötingem Ludovika fennmaradt naplója 1830-tól örökítette meg a mindennapokat, ugye akkor már 17 éve voltak házasok, a legidősebb gyermekeik 10 évesek. A kéziratban két nagy témakör közé csoportosultak a bejegyzései, ugye egyrészt a mindennapi teendői, a háztartás körüli, gyermekek körüli teendőiről írt sokat, a másik pedig a férjével, a gyermekekkel kapcsolatos gondolatok. Most kifejezetten az utóbbiakról beszélek, ugye, és először is a házasságról szeretnék egy kicsit bővebben beszélni. Ami a családi iratokból és Ludovika naplójából kiderült, a házastársak eléggé eltérő jelleműek voltak. Gál István mindennapjait a birtokok igazgatása, a modernizálása és a bővítésére tett kísérletek tették ki. Józan gondolkodású, de gyakran szigorú ember volt, akire a gáloknál nem ritka lóbanékonyság is jellemző volt. A feleségi emlékei szerint gyakran töltötte otthonától távol a napjait, de hazaérve is a birtokigazgatás volt a fő témája. Ezen a területen egyébként Gál István kifejezetten sikeresnek mondható, bekapcsolódott a korszakban népszerű állattenyésztésbe, ő merinói juhokat tartott egyébként, és ezen a területen nagyon sikeres volt, ez volt a fő bevételi forrásuk is. A feleség hasonló odafigyeléssel látta el a háztartás és a gyermekek körüli teendőket, utóbbira különösen nagy gondot fordított. A gyermekek mellé Bécsből érkező németül beszélő nevelőnőket alkalmazott, akik elősegítették a nyelv tanulását és az előkelő körökben dívó szokások elsajátítását.
Ludovika viszont egy sokkal nyitottabb személyiség. Nagyon kedvelte a társaságot, a különböző rendezvényeket. Szoros kapcsolatot ápolt a környékbeli rokonokkal, ismerősökkel, de gyakran távolabbra is elutazott hosszabb, rövidebb időkre. Pozsonyi-bécsi kapcsolatai révén Somogyi birtokukon is megjelentek a nyugati divat elemei. Bécsből hozatott olvasmányokat, ruhákat, festményeket, de még a zenetanárt is innen hozott a gyermekeinek. A művészeteket egyébként nagyon szerette, különösen rajzolni, festeni, amivel ő maga is őt sokszor több napot eltöltött. Mert a szlájdon hozok majd néhány nem túl pozitív bejegyzést, azért úgy gondolom, hogy Gálik házassága nem volt rossz. Ludovika és István részéről is megjelennek a kedves, törődő mozzanatok. Az asszony írásából kiderül, hogy gyakran beszélgettek egymással, a családot érintő döntéseket közösen hozták meg. A férje esténként beavatta a nap történéseibe. Ludovika naprakész információkkal rendelkezett a birtokügyekről, perekről, az alkalmazottak ügyes vajos dolgairól, tehát kijelenthetjük, hogy aktív kommunikáció zajlott a felek között. Ludovika kedvesen Stefimnek becézte férjét a naplójában, és soraiból az is kiderül, hogy a házaspárnak közös hálószobája volt. Ludovika aggódó, gondoskodó természete különösen akkor mutatkozott meg, amikor a férje betegeskedett. Ilyenkor az asszony különösen odafigyelt arra, hogy a férje nyugodtan pihenhessen, ebben gyermekei ne zavarják őt. Mindkét fél gyakran utazott, egyedül is, de közös programokban sem volt hiány. Különféle rendezvényeken természetesen együtt jelentek meg, de Ludovika néha távolabbi üzleti útjaira is elkísérte a férjét. Így történt ez például 1830 nyarán, amikor Pestre utaztak együtt néhány napra az állatvásár és a lóverseny megtekintésére. Az asszonyt az útnak ez a része egyáltalán nem hozta lázba, de azért kikapcsolódásra is időt szántak, esténként általában színházba jártak. Az egyik ilyen nap után írja Ludovika: este ismét színházba mentünk, melyet nagyon untam. Kárpótlásul férjem fagylaltot hozatott. Istvánról többször is feljegyezte egyébként, hogy hasonló kis apróságokkal próbálta a feleségét kiengesztelni. Amikor üzleti útra ment egyedül, akkor is mindig ajándékokkal megrakodva tért haza, a feleségét ruhákkal, parfümökkel, kisebb ékszerekkel örvendeztette meg. Istvántól hasonló mennyiségű írott forrás nem maradt fent, viszont beszédes a végrendeletének vonatkozó része, amit idézek is a szlájdon. Ebben kedves szavakkal illeti társát, szeretett kedves feleségemnek nevezi Ludovikát, és megjegyzi, hogy amiük van, az felesége iparkodásával, idézem, vélem eszve vetett vállakkal, folytonosan követett szorgalmával szerezték. Mint minden házas pár, ők is vitatkoztak azért, ha hihetünk Ludovikának, akkor ez általában István hangulatának köszönhetően történt így. Több ilyen feljegyzés is volt a naplóban, például ez a 1830. március 26-ai bejegyzés. Balázs fiskálisunk elmaradása férjemet elviselhetetlen kedélyűre hangolta. Mint rendesen, elégedetlenségének tárgya én voltam. Másnap István távozása után így folytatta: mint hogy ismét szabadon lélegzem, és magam a tegnapi hangulatától felszabadultnak érzem, néhány lehetőség szerint nyugodt, gond nélküli napot szeretnék. A gyermekeik nevelése nem kevés teendőt rótt az asszonyra. Ahogy említettem, összesen 10 gyermek született a házasságból, a naplóírása idején még 7 voltak életben. Világosabb színnel jelölöm az elhunyt gyermekeket. Fiatalon elhunyt első és 5. János névre keresztelt kisgyermek, illetve a 7. Ludovika. Adél, akit a 4. a sorban, a naplóírása idején még életben volt ugyan, de egy nagyon beteges gyermekről van szó, és néhány évvel később aztán ő is elhunyt. 6 gyermek nőtt fel, ugye születésük sorrendjében Leopoldina, Gusztáv, Johanna, Mária, Karolina és Kristóf. A gyermekek gondozását, mint említettem, nevelőnők segítették, de ettől függetlenül aktív családi élet folyt a Gáloknál. Az apa elfoglaltságai függvényében vett részt a közösen együtt töltött időben, együtt étkeztek, gyakran eljártak a környéken kirándulni, de a mindennapokban is csempésztek olyan örömteli pillanatokat, mint például a gyermekek házi előadó estjei. Az ünnepek szintén közös étkezéssel, játékkal teltek. Ludovika, mint feleség, természetesen több időt töltött otthon, így a gyermekekkel is, akinek a gondozásában a saját anyja, Anna Mária de Koppin tanácsának elegettéve maga is nagy mértékben részt vett.
Ludovika mély szeretettel becézve említi gyermekeit a naplójában. Aggodalom sugárzik a szavaiból, amikor a gyerekek betegeskednek, és még inkább akkor, amikor a jövőjükről van szó. Ezért a napló születése idején Ludovika gondolatai leginkább a két legidősebb gyermek körül forogtak. Ők mindketten fontos mérföldkőhöz értek, Leopoldinát ekkor vezették be a társaságba, Gusztáv pedig ekkor kezdte meg tanulmányait a messzi Bécsben. Poldi, ahogy anyja becézte, a legidősebb lánygyermek sorsa különösen sokat foglalkoztatta Ludovikát. A lány 1831-ben lett 16 éves, és a következő év elején vezették be a társaságba. Innentől kezdve az anya még aprólékosabban dokumentálta a napjait, különösen az, hogy milyen sikere volt a lánynak a különféle rendezvényeken, és hogy kinek a figyelmét keltette fel. Itt röviden kitérnék a család házasságpolitikájában beállt változásra. Egészen István második házasságáig az volt a jellemző, hogy a gálok más magyar vagyonos köznemesi familiákkal léptek kapcsolatba. Döttingen Ludovika által viszont új út nyílt a birodalmi arisztokrácia felé, ezt a szálat pedig minden bizonnyal erősíteni szerették volna. Említettem, hogy a bécsi nevelőnő, bécsi tanulmányok, német nyelvű kommunikáció, német könyvek és társai, tehát mindezt ezt a tendenciát vetítették előre. És hogy itt látható, a 6 gyermek közül 3-nak aztán külföldi házastársa is lett, későbbi generációknál pedig még markánsabban megjelent ez a vonal. Visszatérve a naplóra, az 1830-as évek elején Poldi társaságbeli szereplése volt a központi téma. Ludovika nagyon aggódott a gyermekéért, hiszen írása szerint Poldi egy rendkívül makacs teremtés volt. 16. születésnapján anyja ezeket a sorokat vitte papírra. Mi sok esemény történt ez idő alatt. Mi sok könnyebbű lépést tett, amivel csak szégyenbe hozott engem. Mégsem fogom soha feladni a reményt, és Isten segedelmével példaértékű életet fogok folytatni. Poldi makacságát több ízben még ennél is nyilvánvalóban fejtegette anyja. Például, uzsonna fele kénytelen voltam Poldimat megdorgálni. A gyermek jövőjét illetően igen aggódom. Úgy látszik, nem egészen helyes indulatú. Igen sok kell hozzá, hogy felülkerekedjen az ember vele szemben. Mint mondtam, a gyakori bálba járásuk alkalmával a lány társaságbeli szereplését is részletesen dokumentálta az anya. Így, úgy láttam, Poldi általánosan tetszett, táncosokban nem volt hiánya. Poldi néhány kör táncolt, Poldinak ezúttal nem volt sikere. Ilyen és ezekhez hasonló feljegyzésekben bővelkedik a napló ebben az időszakban. Az anya korábbi aggodalmai dacára viszont Poldi alapvetően jól vette az akadályokat, sőt 1832 nyarára kérője is akadt, egy fiatal tiszt személyében, aki később az 1848-49-es események kapcsán Brüsszel őrnagy néven vált ismerté. Ludovikát ebben az időszakban abszolút lázban tartotta a frigy lehetősége. Alaposan beszámolta a tiszt látogatásairól, a nevét jelentőség teljesen aláhúzta a naplójában, tehát nyilván megfelelt a fiatal az elvárásoknak. Mint ugye láthattuk itt az előző szlájdon, Leopoldina nem ment hozzá Brüsszel őrnagyhoz, de ténylegesen tiszt feleség lett, báró Anton Lamar alezredes felesége lett, akivel végül is Grazban telepedtek le. Ugye Ludovika maga is egy katona családból származott, az apja is őrnagy volt, és végül is a gyermekei közül is még két lány katonához ment férjhez, és a legfiatalabb gyermek Kristóf is egy jellemzően katonákkal házasodott családból házasodott, Csabai Horvát Emmát vette feleségül. A másik idősebbi gyermek, ugye Gusztáv, itt másodikként látható a gyermekek között. Őt alapvetően az apja a bejáratott pályára indította volna el. A kaposvári, bécsi tanulmányok után jogi pálya, vármegyei hivatali poszt, ez lett volna az ő kijelölt útja. Gusztáv azonban szintén ezt a katonai vonalat részesítette előnyben, és ő is tiszt lett. Mégis az ő karrierjét ugye 48-49-es események félbeszakították, hiszen a magyar oldalon harcolt, így aztán emigrációba kényszerült. Róla csak nagyon röviden beszélek, hiszen idő nem igazán van. Itt szeretném egy kicsit bemutatni, hogy az anyja hogy is élte meg ezt a bécsi időszakot. 1830-ban vették fel a Terezianumba Gusztávot, ekkor ő 14 éves volt. Az anya nehéz szívvel vetette ekkor papírra. Szegény fiú, további képzésed sorsa eldőlt. Isten segítsen és engedje, hogy örömünkre nőj fel.
Az anyja maga kísérte el Gusztávot Bécsbe, és tele van ebben az időszakban is aggodalommal teli bejegyzéssel a naplója. Összecsomagoltam szegény Guszti minden holmiát. A Terezianumba kísértem, hol a prefektusnak adtam át. Igen nehéz szívvel jöttem el onnan, hiszen fiamat idegen, számomra teljesen ismeretlen kezekre bíztam. Vagy utoljára ebédeltem még kedves fiammal. Midőn a Terezianumhoz értünk, Guszti elcsendesedett. Könnyek közt adtam őt át a prefektusának. Tehát láthatjuk, hogy ez a hirtelen nagy távolság, hogy át kell adni a fiát idegeneknek, igencsak megviselte az asszonyt. Hogy milyen családi kép rajzolódik ki Dötingem Ludovika naplójából? Az elmondható, hogy az asszony családja iránt elkötelezett, gondoskodó anya és feleség volt. Szoros kötelék alakult ki a családtagjaival, sok időt töltött a gyermekeivel, különösen a lányokkal, akiket az általa annyira kedvelt művészetekkel maga is megismertetett. Sokszor eljártak otthonról, akár kisebb kirándulásra, szerveztek maguknak mulatságokat, ahol a gyermekek előadói tehetségüket is megcsillanthatták. Ezeken és az ünnepeken lehetőség szerint a teljes család, így az apa is részt vett. Gál Istvánné naplójából aktív, nagyobb részt jó hangulatban töltött mindennapok bontakoznak ki. A kedves becéző szavak, aggodalommal teli bejegyzések egy családját nagyon szerető anya és feleség gondolatai örökítették meg. Köszönöm a figyelmet!